Hát... De nem vagyok vizes, csak feszült? Feszült, igen. Picit kemények az izmok, be vannak keményedve. Aha, értem. Hát ez valószínű azért van, mert olyan stresszes életem van, hogy nagyon. Hogy nagyon. Hogy egy rohadt wellness hétvégét nem tudunk megoldani. Normálisan. Mert valaki mindig közbelép, vagy otthon marad, vagy otthon hagyjuk, vagy. Vagy azért jabban, mert sokat fogyasztunk. Hát most, hogy te elmész wellnessbe, az érszeri szó, nem? Így van. Hát azért jöttünk szétnézni, enni, inni. Pihenni. Jaj, de jó, de masszázs, jaj, de jó. Én mindig vadidegeneknek panaszkodom, abban a reményben. Tehát a vadidegenektől én sem veszem úgy fel a panaszt. Ha most panaszkodik nekem egy vadidegen, hát pont lett. Igen. És hogyha én panaszkodok egy idegennek, elvárom tőle is, hogy pont és helyesen jön, igen, be a persze, be a természetesen, tudom, hogy nem biztos, hogy így van, de attól azt mondja, igen, be a természetesen, be a jaj, be a... és akkor sajnáljanak. Az néha jól esik, amikor így sajnálnak, hogy jaj, te szegény, milyen családban élsz. Állandóan csak ezt hallgatom, hogy így, úgy, amúgy, meg hogy nem lesz karácsony. Ha hol van még karácsony? Hát addig annyi miért, addig még nyerhetek a lottón is. Vagy valami. Miért van összefüggésben az, hogy eljövünk egyszer egy évbe Egerszalókra wellnessbe, az miért van összefüggésben a karácsonnyal? Három hás, azt tudod, mit jelent? Az én vagyok. Az én. Az a halmozottan hátrányos, az a gyerekeknek van az a három há. Na, az én vagyok, hogy hülyék, harsány és nem tudom, hogy a fösvény. Fösvények társulata. Nem tudom, hogy ennyi masszázs elég lesz ennek a sok feszültségnek az oldalsal, mert innen kimegyek ugyanaz van, ahogy bejöttem. Masszázs után is kell pihenni. Ugye? Bizony. Na. Mennyit? Legalább egy fél órát. Na, nekem egy élet is kevés lenne ezt kipihenni, ezt a csalahadot.